Köszöntöm a fehérvári beszélgetések valamennyi nézőjét. Gulág, amiről tilos volt beszélni, ezzel a címmel indul következő sorozatunk Sinka Jenő közreműködésével, és a 10 alkalommal várjuk Önöket ide a Fehérvár Televízió képernyője elé egy gyakorlatilag, mondhatjuk azt, hogy történelem órával. Igaz, mondhatjuk, fogalmazhatunk igen. Így. Jó igen. Estét kívánok, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget, és tisztelettel köszöntöm a televízió nézőit. Ugye már volt szó a gulágról, de hogyha egy kicsit visszagondolunk, hogy felidézzük ezt a tudást, mit jelent az a szó, hogy gulág, Jenő bácsi? Ez egy összetett szó, glavne upravlenie gulág. Ez nem káromkodok, ez annyit jelent oroszul, hogy a lágerek főhatósága. Ez a főhatóság azt jelenti, hogy az összes láger, amiben azok a foglyok, politikai foglyok és kényszermunkások töltöttek el több mint 8 évet esetenként, azoknak az összességét foglalta össze ez a gulág. Mégpedig oly módon, hogy ez több mint 40 ezer volt csak a címe, de azon egy-egy helységen belül több száz, több ezer láger volt. Na most ezeket a lágereket fel kellett ügyelni, el kellett őket látni munkával, hát abból bőven volt, és valamennyi kevés élelemmel. Nem részletezem most ezt a dolgot. Tehát ez a lágerek főhatósága. És hogy miért tilos erről beszélni? Talán majd a végére hagyhatnám ezt, de az egésznek az a címe, hogy amikor ezek a szerencsétlen elítéltek kényszermunkások, politikai rabok és kényszermunkások 1953. november 25-én léphették át először a magyar határt, és örültek, hogy szabadföldre visszajuthatnak hazájukba, akkor azt mondták az ottani ávosok, hogy kérem szépen, erről tilos beszélni, mert ha beszélnek, akkor ugyanoda visszaviszik, ahol voltak. Nos, hát ebből kifolyólag aztán nagyon sokan szájzárt voltak kénytelenek tartani, mert hát azért az a 8 év rabmunka, kényszermunka, az nem volt semmi. Rossz a kifejezés, de az egy könyörtelen dolog volt, több mint 700-800 ezer embert hurcoltak el szovjet katonai bíróság útján, és ebből nem tértek vissza nagyon sokan. Nagyon sokan, 200 ezer ember ott maradt, nem is tudjuk sokszor, hogy hol, már aki szállítás közepette meghaltak, ott meghaltak, sok minden bajuk volt, tehát egyáltalán nem akartak, nem volt gondolatuk, hogy ezt megemlítsék. Mégis volt azért egy olyan bátor ember, aki azon az éjszakán, amikor hazaérkezett a családjának, egyből elmondta, amiről szó volt, de azt mondta, hogy most pedig ez szájzár. És 2 év múlva megírta a könyvet német nyelven, Rózsás János bátyám, és Németországba kiadták. Túlélte azt a helyzetet, hogy őt elkapják és visszavigyék oda, ahol eltöltötte ezt a 8 évet. Tehát ez a gulág tényleg egy olyan környezet volt, majd látni fogjuk a 10 kép kapcsán, amiről tényleg tilos volt beszélni. A rendszerváltás után ez már felszabadult, és akkor azok, akik ezt átélték, megszabadultak, leírták. Nagyon sok könyv tanúskodik majd erről, éppen ezért ez a sorozat, kiállítás sorozat, dokumentum kiállítás, tehát ezek mind dokumentumokból állnak, és ezek a valós dolgot írták le. Nem volt más gondolatuk, mint azt leírni, amin átmentek. Sokan, néhányan azonos lágerben voltak. Azonosat írtak le, mert hát azonos volt a sorsuk. Hát a tapasztalat is azonos volt, mondhatjuk azt. A tapasztalat is az volt, a környezet is az volt, stb. Nos, hát most ennek az első résznek talán az a gondolata, hogy ugye ezt megelevenítsem, hogy mi is a gulág, és miért volt erről tilos beszélni. Nos, hogy ez mégis felszínre került, volt egy bátor ember, aki ezt megörökítette festményekben. A kép felső részén látjuk Nikolaj Ivanovics Gyetmant, ő egy orosz rab volt, és ahogy kiszabadult utána 10 év múlva, 21 kép sorba színes, gyönyörű festmények, amit látni fogjuk, megelevenítette, hogy milyen volt ez a környezet. Hiszen ő ezt megtapasztalta. Megtapasztalta. És ehhez a tapasztalathoz voltak azok a bajtársai, rabtársai, akik a kép alatt találhatók,
azt mondja, hogy Bín Gyuri bátyánk, és Szekeres Imre Gyula bátyánk. Én a Gyula bátyámat ismertem, sajnos nem régen halt meg. Ők hárman rabtársak voltak egy bizonyos helyen. És ugye a Gyetman emlékezetből, mert ugye nem tudta kitörölni azt a szörnyűséget, amiben ott raboskodtak, megfestett egy jó pár képet, és ezt a képsorozatot ő Amerikába tudta eljuttatni, Oroszországból. Nagyon nehéz és több mint fél éves, hogy úgy mondjam, fekete útvonal a mentén, kimenekítette Oroszországból Amerikába. A felesége mindenről nem tudott. De eljutott vele a képekkel odáig, hogy a felsőházban, ha jól tudom, vagy a parlamentben, az USA parlamentjében mutatták be legelőször. Nos, egy-két képet mondanék erről, aztán majd visszatérek, hogy mi lett ennek a sorsa, hogyha tulajdonképpen ezt Amerikába vitte ki. Igen, hát, hiszen azért itt lehet látni. Igen, ugye itt az... mutatunk négy képet, ugye ez az NKVD barlangja. Ez az NKVD a mi lefordításunkban az államvédelmi hatóságnak az ottani az oroszországi megfelelője. A következő az női rabmunka erdőben. Hát látjuk, hogy ebben az alsó sorban lévő második képnél látjuk, hogy nők ilyen keresztfűrésznek nevezik, ketten húzták, és itt végezték azt az erdő munkát, amit ő nekik kellett már a fa kitöntése után. De ez után. Mondjuk egy elég kemény fizikai munka volt. Hát a férfiak döntötték ki először is a fát fejszével, fűrésszel, és utána könnyebb munkát. Ez sem volt könnyű munka, sőt, ha hozzáteszik, hogy itt ugyan nyári időszak van aránylag, de amikor 40 fokos, mínusz 40 fokos hőmérsékletben kellett csinálni, hát azért az... Hát igen, itt az időjárás az nem számított télen, nyáron, nem. Hóban, fagyban. Ezek a fatelepek, hogy így vagy erdőségek, ezek az Uralon túl voltak. Ugyanis visszatérek arra, hogy a gulág, az az Uraltól keletre, tehát ázsiai rész. Volt Málenki robot, az az Urálig volt, arról most nem beszélünk, az európai részen volt, de hát most maradjunk akkor a gulág területeknél és annak a munkáiról. Azt mondja, hogy van itt egy önarckép. Egy kicsit hasonlítana hozzá, de mégsem hasonlít, mert akkor más ábrázata volt szegénynek, látjuk, hogy csont és bőr, utána már 10 év múlva feljavította magát, és hát máshogy néz ki. Ő egy ilyen környezetben megtette azt. És akkor a negyedik kép, az azt hiszem, hogy szabadulok. Rehabilitálva. No, hát van ott egy rehabilitációs lap. Hát azon nem sok minden volt, ugye sok minden orosz nyelven van természetesen. Az egy rehabilitálva, tehát az azt jelentette, hogy amikor Sztálin megdöglött, hát így mondták ők is, az oroszok is, 53 áprilisában, április elején, akkor indulhatott meg a gulág felszabadulása, hogy így mondjam, és akkor a külföldieket szépen apránként hazaengedték, ez áprilisban kezdődött, és novemberben tudtak csak hazaérni, ugyanis ez az ázsiai rész olyan nagy terület, hogy Kamcsatkán is voltak, hát onnan még eljutottak Lembergig, a gyűjtőtáborba, ez már Ukrajna területén van, Majlov, addig hosszú idő telt el. Tehát egyfajta szabaduló levél, mi úgy mondtuk, amikor a börtönből kijöttünk, a szabaduló levél, minden esetre egy olyan okirat, amivel befejeződött az ő ottani darab életük. Nos, tehát ez a néhány képsor mutatja egyáltalán azt, hogy a Nikolaj Gyetman miféle munkát végzett, és hogyan állította össze. Meg hát talán azt is mutatja, hogy miféle élet volt ott ezeken a gulágokon, hát, mikkel találkozhattak, igen. Vagy akár egy lelkileg, hogy megviselte őket. Hát lelkileg, testileg, nagyon sokan nem élték út. Ahogy említettem, 200 ezer ember odaveszett sokat, nem is tudjuk, hogy hol van. Az én Rózsás János bátyám, aki írt egy gulág lexikont, az leírta azokat, akiket meg tudott találni, 4700 magyar név. De hát nem csak magyarok voltak, ott voltak a lengyelek is. A lengyelek találkoztak magyarokkal, tehát ők is ugyanúgy ebbe beleestek, és őket is elhurcolták a második világháborúban szovjet katonai bíróság alapján, és azok nagyon segítették a magyarokat. Most egy kitérő erre, ha orvos volt,
orvos közülük volt olyan, aki járt egyetemre, orvos egyetemre, akkor mindenképpen segített. Van rá példa is az én kutatásaim alapján, hogy kit hogyan tudott segíteni. Tehát voltak németek. A németeket egy teljesen külön lágerbe tették, mert ugye ők veszítették el legjobban a második világháborút, és azok egy másik csoport volt. De megint voltak az ázsiaiak, voltak kínaiak is. Mindenféle náció. Erdélyi magyarok is voltak, úgy mondhatnám, azok ugyanolyan magyarok voltak, mert Erdélyből nem vittek el románokat, csak magyarokat. Mert ugye a második világháborúban a román segítette beözönleni Magyarországra a szovjet hadsereget, ilyen szempontból mentesítette a románokat azzal, hogy elvigyenek gulág kényszermunkára, politikai rabnak. Tehát magyarok onnan is voltak, Szlovákiából is voltak. És délvidékről már nem annyira, mert ott más harcok voltak, a más főcsapás irány a második világháború egyenesen nyugat volt. No, kis kitérő után azért arra térnék vissza, hogy ez a Gentman megcsinált ilyen 21 darab képet, amit majd később fogunk látni, és ezt ugye, mint említettem, elvitte a parlamentbe. Nos, hát azon meglepődtek, hogy itt van egy akkor már úriembernek mondott, mert 10 év után a kiszabadulása után volt, elhozott Szovjetunióból olyan anyagot, amit hát szinte nem is akartak elhinni. Hát ha látjuk majd a képeket, teljesen meglepődik az ember, hogy ilyen dolog is megtörténhetett. Igen, még ennél szörnyűbbek is. És hát nagy örömmel fogadták Gentmannak ezt a kiállítását, és ott bemutatták. Hát ugye a Bén Gyuri volt, aki ezt a Gentmannal együtt ott elintézte, mert a Bén Gyuri az kimenekült, amikor már lehetett, 56-ban, sajnos az édesapja meghalt, még az odavaló szállításba. Ő pedig 16 éves volt, amikor rávitték a szovjet lágerekbe a második világháborúban. Nem részletezem a többi dolgot. Lényeg az, hogy ugye a Gentman és a Bén Gyuri intézték el, hogy ez egy bemutatásra kerüljön. És hát az egy nagy ováció volt ott, nagy meglepetésükre, hogy ez tényleg egy olyan ember munkája, aki ezt átélte. Nos, hát ugye a harmadik személy, aki ebben részt vett, a Szekeres Imre Gyula bácsi. Ő kérem szépen Hódmezővásárhelyi volt, és az ottani fonodában dolgozott. Lényeg az, hogy őt is minden lokszó nélkül behajtották. Ebben is Vorkután volt 8,5 évet, erről szól a könyve is. De most visszatérnék arra, hogy mi köze volt ennek az egészhez a Gyula bácsinak. Hát ugye, mint ők hárman raptársak, megismerték ezt a festménysorozatot, és azt mondta a Gyula bátyám, hogy hát Gyuri, mármint a Bén Gyuri, hát ha már egyszer ott bemutattátok ebbe a nagy hatalomba, hát akkor mi magyarok miért ne láthatnánk itt? Nos, hát akkor elindultak azzal a képsorozattal, és elhozták Magyarországra is. Oly módon, hogy hát akkor már nem angol nyelvi feliratokkal, hanem magyar nyelvi feliratokkal, szépen bekeretezve üveglap előtte, és ez nálam volt jó sokáig, 21 darab, nagy ládába, és hát a Gyula bátyám, ugye nem lakott a kiszabadulása után Hódmezővásárhelyen, hanem Tolna megye fővárosa, ugye Szekszárd. Ő akkor ott lakott, és bemutatta a megyei kórház vezetőségének, hogy őneki milyen gyönyörű képsorozata van. Hát tényleg művészi. Aztán, amikor ránéztek, akkor kicsit visszajogva adottak, hogy hát azért a tartalma az nem valami szívderítő, de hát ez történelem. És ez olyan történelem, amit már a világban először bemutattak az Egyesült Államokba. Hát akkor mi miért maradhatnánk ki ebből, mikor ők ketten ebbe alapvetően részt vettek. És akkor a megyei kórház, azt hiszem, nagy aulája van, én nem voltam ott, de egy olyan kiállító termet kapott a Gyula bácsi, hogy ezt ott bemutatták. Nos, hát én fölvettem a kapcsolatot vele, és mondtam, hogy Gyula bácsi, lehetséges az, hogy én elkérjem ezt kölcsönbe, és hát a közelünkbe, meg ahova kérik, vagy lesz alkalom, én ezt bemutathassam.
Hát először, hogy mondjam, bizonytalannak látszott, hogy én mit akarok, és kérdezte, hogy hát én nagyon fiatal vagyok ahhoz, hogy én gulágon jártam, ott persze. És mondom, a rokonságban volt valaki? Mondom, nem volt, hála Istennek, de én most kutatója vagyok ennek a gulág világnak, és hát interjút is készíthetünk, de mondom, nekem első a képek kellenének. Mert hát azért a képek egyből meg tudják az ember tekintetét fogni, és bele tudna gondolni, hogy az mégis mi. Hát aztán sikerült hosszasan beszélgetni, megnyertem a bizalmát, nem kellett nagyon erőködni, mert látta, hogy mondjam, tisztességes szándékkal megyek oda, és azt mondta, de fiam, erre nagyon vigyázzál. Hát mondom, miért ne vigyáznék? Hát ez egy kincs, ez egy olyan kincs, ami másodszor van a világon nálunk. Hát de voltam, azt mondja, itt Hódmezővásárhelyre is el fogom majd vinni. Jó, megbeszéljük. Lényeg az, hogy én hozzájutottam ehhez a képsorhoz, és akkor ennek egy részét, nem, mindegyiket bemutattam itt Székesfehérváron, a Szabadművelés házában, ott volt emeleten, kaptam egy termet, és akkor ott bemutattam, hogy néhányan megnézték, iskolások is voltak, mert hiszem a Kodolány, vagy milyen, Tóthpati gimnázium diákja, oda átjöttek, és elámultak, hogy először is szép festmény, másodszor pedig hát azért ez mégiscsak történelem. Aztán volt, több más helyre is elvittem, de egyet majd említsek meg. Ugye volt a Gupni Gulág emlékév, és hát nekem kapcsolatom van több felé, amerre még túlélő emberek vannak, még mai napig is, és Keszthelyen is volt egy emléktáblaavatás ennek emlékére, ennek a gulág rabságnak az emlékére, és ott felsorolták az emléktáblán azt a 24 embert, akit Keszthely környékéről gyűjtöttek össze, de csak egy élt már belőle a Vidi Józsi bácsi. Még él most is, hála Istennek, 98. évében van. Na, a Józsi bácsival én fölvettem a kapcsolatot már korábban, és akkor mondom neki, hogy Józsi bácsi, hát van itt ez a képsor. Hát miféle? És akkor elmondtam azt, amit még most itt elmondtam önnek, kedves Viktória, és azt mondja, hát ez nagyon-nagyon értékes és nagyon dolog lehet, mondom, ide figyelj, Józsi bácsi, lesz most itt egy emléktáblaavatás. Nem lehetne ezt a dolgot bemutatni? Hát akkor azt mondja, szólok a nem is tudom ki fiatal leány, akinek a nagyapja szintén ilyen üldözött volt ezen a gulágvilágen, annak azt mondja, az Alexandrának szólok, hogy keressen helyet. Sikerült az Alexandrának a színház egy nagy aulájába elhelyezni. Nos, hát én akkor készültem még egy sorozattal, nem csak ezzel, hanem én feldolgoztam ennek a képsornak, nem is ennek, egy másik grafikai, az a Baldajev grafikái sorozatát feldolgoztam, egy másik képsorba, ami több volt, mint 21. Óriási nagy terem volt, igen, és ott voltak azok a leszármazottak, akiknek a szülei vagy nagyszülei a gulágon voltak. Hát az érintett családtagok. Idősebb asszonyok, vagy annak a sógornője, most nagyon idős korosztályok voltak, meglepődtek, hogy tényleg? Hát ilyen is van? Hát mondom, igen. Nos, hát ez az a dolog, ami késztetett arra, hogy ide is elhozzam ezt. És akkor ezzel a dologgal az a része, hogy úgy mondjam, bemutatásra került. Nos, hogy most mi nálunk Székesfehérván hogy lehet ezt a dolgot megközelíteni? Fölvettem a kapcsolatot a Vörösmarty Mihály megyei könyvtárral, és kaptam egy helyet a Székesfehérvári szénatéri könyvtárba, ahova ezeket a lapokat szépen elviszem, megadják a helyet neki, és vittem olyan könyveket, amik itt láthatók, meg még majd a következő sorozatban is láthatók lesznek. Ezt ott helyben el lehet olvasni, bele lehet lapozni, megadják a lehetőséget, hogy kölcsönözhető is lesz, lehet, hogyha valaki akar valakit keresni benne, vagy tovább akar elmélyülni ebbe, és
Hát természetesen, most ez nem a reklám helye, de egy helyen majd ki fogjuk írni a tábla környékén, hogy a fehérvári beszélgetések. Igen. Tehát akkor utóélete is lesz, igen, tulajdonképpen. Tehát én nem is akarom ezt, vagy nem is az a cél, hogy most egyszer itt lássuk. Ugyanis én úgy gondolom, hogy ez az előadássorozat, ugye volt már két előadássorozatunk, ez a Fehérvár Televízió Média Centrumnak az archívumába megtalálható lesz. És akkor, amikor már én nem leszek, vagy nem leszünk jó páran, és netán egy-egy emléknapra, mert ugye ez a Gulág emléknap lesz november 25-én, valamit kell majd, hogy úgy mondjam, beiktatni, akkor innen lehet válogatni. Jó, kedves Viktória, én köszönöm ezt a lehetőséget. Köszönöm szépen én is a beszélgetést. Ezt a dolgot most elindíthatjuk, és majd folytatni is fogjuk minden bizonyára. Igen, köszönöm szépen, hogy itt volt, és nézőinknek pedig felhívom a figyelmüket, hogy ezzel a témával, ahogy az a beszélgetésünk elején elhangzott, még foglalkozni fogunk, hiszen egy 10 részes sorozat indul itt el a fehérvári beszélgetések keretében. Számítunk a figyelmükre, tartsanak velünk, viszontlátásra.